Matolcsi szerint hosszú távon nem lesz jó az alacsony olajár. Ma minden esetre tovább csökken a benzinára. Szinte követhetetlen, mit akar csinálni a kormány az italkereskedőkkel, megpróbáljuk elmagyarázni. Gazemberség és gyávaság egy újszülött megbélyegzése, így reagált Lázár János Novák előtt rasszista bejegyzésére. Újra előzetesben a fiatal lányt megerőszakoló férfi, Budapesten is erőszakolókat keres a rendőrség. Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója 7:30. Káros lehet az alacsony olajár, Matolcsi György szerint. A jegybank elnöke azt mondta, hogy bár az első hallásra jó hír, és Dél-Afrika után Magyarország profitálhat a legtöbbet az alacsony árból, hosszabb távon azonban deflációt okozhat. Az olcsó olajár rövid távú hatását azonban ma újraérezhetik az autósok. A benzin 4, míg a gázolaj 6 forinttal csökken. Így olyan olcsó lesz az üzemanyag, mint 2010-ben. A benzin ára 333 forintra, a gázolajé pedig 354 forintra csökken. Szinte követhetetlen, hogy a kormány és a Fidesz hogyan akarja módosítani az ital nagykereskedéseket terhelő jövedéki biztosítékról szóló törvényt. A hatályos jogszabály 150-160 ital nagykereskedőt szorítana ki a piacról, és csak 5-6 nagy szereplő maradna talpon. Az ellenzék szerint újabb mutyi alakul. A Fidesz és a kormány azonban észbe kapott, és egymást túllicitálva ígérik a hiba orvoslását. Az országgyűlés által elfogadott jövedéki biztosítékot szabályozó törvényben egy hiba csúszott. A tavaly év végén elfogadott törvény az italnagykereskedő piac nagy részét tönkretenni. A jogszabály ugyanis a korábbi 22 millióról 150 millió forintra emeli a kötelezően fizetendő jövedéki biztosítékot, ezt pedig csak a legnagyobb cégek tudnák kifizetni. A kormány a saját haveri érdekköreinek kiszolgálására használja föl a törvényalkotásban szerzett többségét. A kedvezményezettek között megint ott vannak Lázár János barátai, pontosan ahogy az a dohánymutyinál is megtörtént. A fideszes Gulyás Gergely decemberben egy sávos, bevétel alapján növekvő rendszer bevezetését javasolta, hogy a kisebb cégek ne menjenek tönkre. Az elfogadás előtt azonban valaki a miniszterelnökségen átírta a törvényt. A sávos rendszer ezért 2015 helyett csak 2016-ban lépne életbe. Egy évig maradna az egységes 150 milliós teher. Ez az egy év, amíg ez hatályba lép, pontosan elég arra, hogy a kis családi vállalkozásokat tönkre tegye. Gulyás Gergely tegnap ismét a kisvállalkozások segítségére sietett, és másodszor is benyújtott egy módosító indítványt, ami 2015 márciusára hozza előre a sávos rendszer bevezetését. Azt mondta, véletlenül szavazták meg a sávos rendszer egyéves csúsztatását, hogy előzőleg ki és miért írt át a jogszabályt, az nem derült ki. Ezt a hibát az országgyűlés a lehető leggyorsabban, már a február 16-i ülésén sürgősséggel, kivételes eljárásban meg fogja tárgyalni, és módosítani fogja a törvényt. Ennek megfelelően az eredeti javaslatnak megfelelő helyzet fog helyreállni. A szocialisták szkeptikusak. Szerintük a kormánypárt egyszer már átengedte az egységes, sáv nélküli rendszert. Semmi garancia nincs arra, hogy a Fidesz frakció, a fideszes képviselők ezt a javaslatot újra megszavazzák, hiszen egyszer már leszavazták. Az igazi csavar csak ezután jött a történetben. A miniszterelnökség, ahol Gulyás Gergely első módosítóját megtorpedózták, közölte, hogy az egész díjemelést el kéne törölni. Azt javasolják, hogy ismét mindenkinek, így a legnagyobb cégeknek is csak 22 millió forintot kelljen fizetni. Gulyás Gergely üdvözölte a miniszterelnökség javaslatát. Nem csak kinyitni, házhoz szállítani sem lehet majd vasárnaponként, legalábbis a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint. A tárca úgy véli, hogy a vasárnapi zárvatartásról szóló jogszabályból ez következik. Csakhogy a Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a házhoz szállításnak, ahogyan az online áruházaknak, nincs zárva vagy nyitva tartási idejük, éppen ezért a törvény rájuk nem vonatkozik. A Tesco egyelőre nem nyilatkozik, közlésük szerint még értelmezik a minisztérium állásfoglalását.
Csipogó bevásárlólista, egy kosár és egy átlagos üzletre megszólalásig hasonlító raktár. A különbség csak annyi, hogy itt nincsenek árcédulák. Nem is kell, mert a már látott eszköz segítségével járják a sorokat a Gérobi dolgozói. Folyamatosan állítják össze a rendeléseket, amiket végül ilyen ládákban visznek ki a vásárlóknak. Csináltunk mert, hogy ingyenes kiszállítást például szombat délutánra, vasárnapra. Minden ötödik vásárlás online történik. Csak szombatig szállítanak házhoz, mert saját felmérésük szerint vasárnap ezt nem igényelték vásárló. Amilyen szempontból érint minket a teljes jogszabályi környezet, ugye az a boltjainknak a forgalma, de ott mivel a boltjaink vásárló közönsége jellemzően inkább lokális, a boltok környékéről járó, környékén lakó emberek járnak hozzánk, azt gondoljuk, hogy ők is inkább átcsoportosítják majd a vásárlásaikat. Magyarországon 3000-nél is több internetes áruház működik. A Kereskedelmi Szövetség szerint forgalmuk a kereskedelem 2-3%-át teszi ki, értéke a 200 milliárd forintot is meghaladja. Vámos György a szövetség főtitkára szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalása pontatlan, mert a törvény csak a zárva, illetve a nyitvatartást szabályozza. Az NGM a házhoz szállítást tiltja vasárnap állásfoglalásában, ami véleményem szerint azért is téves, miután a házhoz szállításról, mint a kereskedelmi tevékenység bármely részéről nem lehet állítani, hogy van zárva vagy nyitvatartási ideje, a törvény pedig, mint említettem, kizárólag a zárva nyitvatartás fogalmát használja. Vámos György hozzátette, a szomszédos országokból is lehet házhoz rendelni, ami nem tiltható. Közben egy kertész az országgyűlési képviselőknek írt levelet, mert Megyeri Szabolcs szerint a vasárnapi zárvatartás őket is érinti, ezért változtatást kezdeményez a jogszabályon. Kezdeményezésüket a Zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet is támogatja. Kerestük a gazdasági tárcát is, de azt közölték, hogy nem nyilatkoznak, és keressük meg inkább a KDNP-t, csak hogy a párt a beterjesztő volt, a törvényt pedig már decemberben megszavazták. Csak szülői kérésre lehetne drogtesztet csináltatni a 18 év alattiaknál. Ezt Semjén Zsolt válaszolta a DK-s Olá Lajos kérdésére. A miniszterelnök helyettes szerint a kormány határozott célja, hogy ebben a ciklusban megtisztítsa Magyarországot a drogmafiától. Szó szerint azt mondta, a nemzet szempontjából kiemelten fontos kérdésnek tekintjük az ügyet, mert a fiatal generációt rendkívüli módon veszélyezteti. Semjén szerint az is kormányzati cél, hogy megvédjék a kábítószertől a magyar családokat, és segítsék a szülőket ebben a küzdelemben. Továbbra is káosz van Budaörsnél és az ügyfélszolgálatokon az útdíj bevezetése miatt. Becsei Zsolt közlekedési helyettes államtitkár a Hír TV-nek azt mondta, január végén felülvizsgálják az új útdíj rendszert, és még az is lehet, hogy a Ferihegyi szakasz kikerül a fizetési kötelezettség alól. Alig voltak autók reggel az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT itteni ügyfélszolgálatán hatalmas a sor. Nagyságrendileg 45 perc lesz, mire végére érünk ennek a sornak. Az ügyfélszolgálat mellé egy mobilpénztárat is telepítettek, így akarták meggyorsítani az ügyintézést. Itt az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszának egyik benzinkutyán vasárnap óta akadozik a számítógépes rendszer. Jelen pillanatban lehet autópálya matricát kapni, de a benzinkutasok azt mondták, nem lehet tudni, hogy ez az állapot meddig tart. Nem csak a viszonteladók informatikai rendszere fagy le időnként, elsője óta nem működik a mobil fizetés és az online jegyvásárlás sem. Kibédi Varga Lajos, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT szóvivője szerint nincsenek nagy problémák, azt mondja, ők csak az értékesítési adatokért felelnek. Mi folyamatosan gyűjtjük az észrevételeket, ügyfélmegkereséseket, tapasztalatokat, térképre vonatkozó észrevételeket, ezt továbbítjuk a szaktárcának. Az útdíj bevezetése miatt délután rengeteg autó került el Budaörsnél a fizetős szakaszokat. Ez tegnap óta így van, reggel és este kaotikus a helyzet, mondják a budaörsiek. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy áll az egész forgalom, és valami szirénázásra, tehát egy rendőrautó is csak szirénázva tudott tovább haladni. Hasonlóan problémás a Ferihegyre vezető útszakasz is, a legtöbb vecsési itt jár haza. Becsei Zsolt közlekedési helyettes államtitkár a Hír TV-ben azt nyilatkozta, elképzelhető, hogy kikerül a fizetős utak közül ez a szakasz. Bükki Zoltán a Startban bejelentette, március 1-ére országos útlezárást terveznek, de nem ragaszkodnak hozzá, szeretnének tárgyalni a kormánnyal. Ma az embereknek már nem az útdíja van problémája, ez csak egy utolsó adalék volt, tehát
gyakorlatilag úgy tűnnek el közpénzek, úgy fizetünk állandóan, és újabb követeléseket fizetünk be, hogy senki nem tudja, hogy hova fog kerülni ez a pénz. Tüntetéseket szervez a Jobbik. Hegedűs Lorántné sajtótájékoztatóján azt mondta, vizsgálják egy esetleges népszavazási kezdeményezés lehetőségét is. Évi 5-10 millió forintos többletköltséggel kalkulálnak a BKV-nél az útdíj miatt. A közlekedési társaság több fizető szakaszon üzemeltet buszjáratokat, egyelőre azonban még nem vásárolták meg az új matricákat. A BKV sajtóosztálya azt írta, még nem tudják, mennyi matrica lesz. A nyitott kérdések tisztázása után utólag rendezik kötelezettségeiket. Az új útdíjrendszer első 4 napján egyébként már annyi matrica fogyott, mint tavaly egész januárban. Az autósokat az sem mentesíti a díjfizetés alól, ha olyan útszakaszt használnak, ahova még nem kerültek ki a jelzőtáblák. Lemon Novák előd a Népjóléti Bizottság alelnöki posztjáról. Az idei év első újszülöttjéről írt rasszista megnyilvánulásáról elhíresült politikus más fontos feladatot kap. A Népességpolitikai Albizottság elnöke lett. Novák elmondta, hogy új megbízatásáért semmilyen plusz juttatást nem kap. Dolga pedig bőven lesz, mert az ország legnagyobb gondja a népességfogyás. Az MSZP egyébként azt is el szeretné érni, hogy a jobbikos politikus ne kapjon új tisztséget. Novák előd azt írta, hogy kisebbségben leszünk saját hazánkban, családjára utalva pedig megjegyezte, hogy azért szaporodik néhol a magyar is. Novák előd nem akar bocsánatot kérni, hiába kérte ezt az újszülött apja. Gazemberség és gyávaság egy újszülött megbélyegzése, ezt Lázár János mondta. A miniszter szerint egyetlen gyereket sem lehet megbélyegezni, akár a Rózsadombra, akár Makóra, Palotába vagy Putriba születik. Lázár János úgy fogalmazott, minden magyar gyereknek vele született joga, hogy a sorsát, a tehetsége és a szorgalma alakítsa, ne pedig előítéletek vagy öröklött körülmények. A miniszter szerint, aki egy gyereket rekeszt ki, az valójában az egyetlen lehetőségétől vagy vagyonától fosztja meg, az esélytől, hogy tisztességes emberré váljon. Előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság azt a 28 éves férfit, aki miután a börtönből kiszabadult, még aznap megerőszakolt egy 17 éves lányt Ménfőcsanakon. A férfi kést szorította a lány nyakához és kényszerítette az erőszak eltűrésére. Az eddigi adatok szerint a férfi nem sokkal korábban egy másik fiatal nőt is megtámadott, de annak a nőnek sikerült kiszabadulnia. Ezen a gazos területen támadta meg a közelben lakó fiatal lányt a 28 éves erőszakos bűncselekmények miatt már többszörösen büntetett előéletű férfi. A támadás után a lány az apját hívta, aki rövid időn belül elfogta a támadót és átadta a rendőröknek. A férfiról kiderült, hogy aznap engedték szabadon a Sopronkőhidai börtönből. Az erőszakra egy fás bokros területen az esti órákban került sor úgy, hogy a férfi egy kést szorított a sértett arcához. Ugyanezen a napon az elkövető egy győri társasház liftjében, késsel a kezében szintén megtámadott egy sértettet, azonban ebben az esetben a sértettnek sikerült a helyszínről elmenekülnie. A férfit miután őrizetbe vették, ma vitték a bíróságra, hogy az ügyészség javaslata alapján elrendeljék előzetes letartóztatását. A kényszerintézkedés elrendelése indokolt figyelemmel arra, hogy a gyanúsított személyi körülményei, a megélhetési, lakhatási körülményei nem biztosítottak, munkahelyen nem rendelkezik és korábban sem rendelkezett egyébként. Emellett fennáll a bűnismétlés veszélye. A férfi védője azt mondta, hogy a védence megbánta, amit tett. Az egyik cselekményt elismerte, a másik cselekményt nem ismerte el. De amit elismert ott is, nem pontosan úgy, ahogy meggyanúsították, hanem némi eltéréssel, tehát hogy nem mondott el olyan kijelentéseket, ami a gyanúsításba szerepelt. Úgy tudjuk, hogy a férfi azt mondta, hogy a lányt eredetileg csak kirabolni, és nem megerőszakolni akarta. Budapesten pedig még egy júliusban történt erőszak miatt keres a rendőrség két férfit. A gyanú szerint az egyik fiatal férfi még július 13-án hajnalban erőszakolt meg egy lányt, társa pedig mindezt végignézte. Az erőszak a 7. kerület Dob utca és Erzsébet körút kereszteződésétől nem messze történt. A rendőrség azt kéri, hogy aki a képeken látható férfiakról érdemi információval rendelkezik, hívja a telefontanú zöld számát, vagy keresse a 7. kerületi rendőrkapitányságot. Március 15-től megújul az M1 közszolgálati televíziós csatorna műsorkínálata, beindul az állami hírcsatorna, így a Duna TV lesz a nemzeti főadó. Az állami hírcsatorna folyamatos hírszolgáltatást biztosít, továbbá hírháttér és magazin műsorokat sugároz majd. Az alkotók számára tematikában a BBC,
a brit közszolgálati aktuális csatorna, míg a napi adásszerkezetben az amerikai CNN televízió műsorszerkezete jelenti a mintát. A megújuló híradók mellett többek között lesz világpolitikai, Európai Uniós, Kárpát-medencei, oktatási, egészségügyi, agrár, kis- és középvállalkozói, turisztikai, fogyasztóvédelmi, környezet- és klímavédelmi, technológiai és innovációs, egyházi, valamint a fogyatékkal élőknek szóló magazin is. Az M1 műsorszerkezete a ma reggel, a ma délelőtt, a ma délután, a ma este és a ma éjjel sugárzására épül, amelyet egy-egy műsorvezető vezet majd. Tőzsdei, gazdasági, agrár, innovációs és kulturális híradók készülnek. Dramaturgiájuk a BBC által már sikeresen alkalmazott formátumokra épül. Újdonság lesz, hogy az M1 éjszakai adászárását egy új angol nyelvű híradó jelenti majd, melynek elindítása a kiadott sajtóközlemény szerint média történeti esemény lesz Magyarországon. Az M1 új stúdió és műsorarculattal is készül. Ennek megalkotására egy brit szakembert kértek fel, aki többek között a BBC World News, illetve az Al Jazeera TV-k arculatát is készítette. A Duna TV lesz ezentúl a nemzeti főadó, itt lesznek láthatók a Magyarország szeretlek, a Fábri, a Szálka, a Ridikül, a Maradj talpon, a Hection és a Fapad című sorozatok is. Hatalmasat esett a négy sánc verseny utolsó állomásán a négyszeres olimpiai bajnok Simon Amman. A svájci síugró a földet érés után vesztette el az egyensúlyát, és a kezével már nem tudta megakadályozni az ütközést, és beverte a fejét. Arcából ömlött a vér, és eszméletlenül feküdt a földön. A 33 éves síugrót nyakmerevítőben hordágyon vitték le a pályáról. A svájci Blick úgy tudja, a sportoló a kórházba szállítás közben már eszméleténél volt. És eddig a híradó hírei, most indul a Start Mészáros Antóniával, aki már a stúdióban várja kezdést. Szervusz Antónia, milyen aktualitások lesznek terítéken ma reggel? Szervusz Géza, jó reggelt kívánok! Beszélni fogunk például az áruforgalmi ellenőrző rendszerről, Gögös Zoltán szocialista elnök helyettesről, és sok más aktuális témáról, ő lesz az első vendégünk. Aztán itt lesz Juhász Péter, az 5. kerület önkormányzati képviselője, az Együtt politikusa, aki újabb gyanús eladást talált a kerületben, de azt mondja, hogy gyakorlatilag minden eladás gyanús, úgyhogy feljelentést is tett. Bodnár Zoltán liberális gazdaságpolitikussal az MKB eladását fogjuk megbeszélni, meg persze a forintárfolyamot. Itt lesz Adó Péter oktatáskutató, akivel beszélgetni fogunk arról is, hogy mindent jelent a közoktatási törvény módosított formája, mi január 1-től lép érvénybe. És Meggyeri Szabolcs kertészmérnök is a vendégünk lesz, akit a híradóban már említettek. Arról vált az ő neve most ismerté, hogy nyílt levelet írt az országgyűlési képviselőknek a vasárnapi zárvatartás miatt. Maradjanak velünk minél tovább. Köszönjük szépen, ez lesz hát az elkövetkező egy másfél órában. Én pedig egy óra múlva 7:30-kor várom Önöket ismét híradóval, most tehát indul a Start. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!